Böcz Ámos Bulcsúnak az utolsó emeletet is sikerült feltennie a toronyépítés alkalmával, bár végül ledőlt, de neki lett a legmagasabb. Ilyen és ehhez hasonló játékos feladatok megoldásával gyűjtötték a pontokat a fiatalok, akiknek Faragóné kertész Alíz ötletgazda mutatta meg a 8 állomásból álló játék lényegét. A családok és főleg a gyerekek, akik szép számmal gyűltek össze, nagy izgalommal vágtak bele a halloweeni játékba. Nálunk a töklámpások ünnepe van, amint látod, kaptunk faragott tököket is. Évre-évre kevesebbeket kaptunk, ezért rá kellett állnunk a családi játékra. Ez egy nagy családi tökjáték, amit látod, anyukák jobban izgulnak, mint a gyerekek. Van 8 feladat, háta mögötti, aztán rengeteg csokoládé van, úgyhogy mindenki kap halloween-es csokoládét. Úgyhogy ez egy közösségi játék, összehozza a szülőket, a gyerekeket, úgyhogy játszunk egyet. Nem a halloween azunk, mi játszunk, de az a halloween megvan nyomokban, hiszen láttátok a memória kártya, boszorkányos, meg ilyen szörnyecskés. A játékokban is van halloween, de igazán ez egy közösségi játék. 8 feladat van. Az első memória játék, itt már rajta vannak a halloweennek a jellegzetességei. Boszorkány, az üst, a kéz, a csontváz, ilyesmi. A következő, denevérszállítás, szívószállal. A harmadik tökmag válogatás adott számok szerint. Aztán itt látjátok, van bowling, ami WC-papír, gurika és szörnyek vannak rajta rajzolva, szellemdobálás kosárba, ami gesztenyéből készül, és van kézműves foglalkozásunk is. Aztán van egy felnőtteknek egy totó, és hát a végén egy játék lesz majd, egy körjáték. A dekorációt, ha látjátok azokat a hosszú tök kígyókat, meg a falon levő koszorút, azt a kertbarátoktól kaptuk a mai napra. Kisgyermekemmel érkeztem ide, gondoltuk, ez egy jó kikapcsolódás lesz neki, és igazából élvezi is, úgyhogy nem bántuk meg, hogy átjöttünk. Sajnos Pakson idén nem volt ilyen program, pedig várták, mert minden évben ki szoktunk menni a Városházára, de azt hiszem ez elég jó kárpótol minket érte. Hát ilyen ügyességi, kis vetélkedő van, zajlik most is még mindig a művelődési házban, vagy faluházban, és hát volt memóriajáték, tornyot építeni, hát igazából minden a Halloween téma körül épül fel, kis szellemeket felépíteni toronyba, vagy kísértett memóriajáték, esetleg kis Frankenstein WC-papírgurigákat ledobni. Ami a legjobban tetszett neki az összes közül, az a ledobós játék volt, ott elsőre ledobtam mind a 7 darab bábút, vagy hát ilyen gurigát, úgyhogy az hatalmas siker volt neki, de végül is mindenben jó volt, ügyes volt szerintem. Az enyémek nagyon szeretik, tehát mind a kettő is, és a nővére is nagyon szereti. Őket nem riasztják meg ezek a szellemes dolgok szerencsére, én próbálom nekik ezt úgy tanítani, vagy úgy nevelni őket, hogy ez igazából egy jó móka, egy kedvesség. A játékok nagyon izgalmasak voltak, Damian lelkesen mesélte, hogy a pókdárcot várja a legjobban. Megcsináltam a kártyást, a szippantúst, a toronyépítőset, ledobtam a WC-papír gurigákat ott, és hamar is megcsináltam azt a lépegetőset. A legjobb a cögdobos volt, mert egyszer ledobtam az összeset egy lövéssel. Hát meg szeretnénk csinálni az összes feladatot. Van egy ilyen halloweeni zseblámpám, és otthon van ilyen kifaragott ő, olyan, amit vettünk, is ilyen agyaktök. 2, 1 kint, 1 bent. Mert van otthon ilyen halloweeni lufi, ami LED világít, és ilyen tökös. Dallos Petra és barátnője Melcsi nagyon készültek. Az alkalomhoz illő jelmezbe jöttek, melyet Alíz néni csokival jutalmazott. Nagyon jó programok vannak itt. Mondjuk volt, ahol le kellett dobni a WC-papírokat egy tökkel, meg szellemeket kellett bedobni a kosárba, meg volt ilyen poharakat kellett egymás tetejére rakni, és amikor ledőlt, akkor az annyi pont, amennyit eddig fel tudtál rakni. És még volt pókos játék, olyan, mint az íjászat, hát nem az, olyasmi, mint az íjászat, van egy pókháló, és vannak pókok, és vannak ilyen sávok, és hogyha mondjuk bedobod a közepébe, azért 10-valahány pontot. És így kívülről befelé
nőttek a számok. Sokat tudtam összegyűjteni, és amelyik a legjobban ment, az itt a pókos szerintem. Meg ami még ment, az a dobásos, ahol le kellett dobni a WC papírt, mert ott egyből ledobtam, és 10 pontot értem el egyből. Én a tévében is szoktam látni ilyen Halloween-es meséket mostanában, mert ugye most közeledik a Halloween, és akkor nem tudom, hogy az iskolában meg lesz-e tartva, szerintem csak a felsőben lesz megtartva a Halloween. Több tucatnyian teljesítették a 8 állomásból álló halloweeni játéksorozatot, többen kézzel faragott töklámpást is hoztak, mely megadta az alkalom alaphangulatát.